Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Én is visszavonulok erre a hétvégére, bár másoknak próbálok segíteni, de ezt visszavonulva teszem. Megpróbálom átvészelni ezt a konstellációt, ha van rá lehetőségem. Így aztán most előre veszek fel anyagot, és hát egy kicsit most csendbe leszek, úgyhogy nézzék ezt el nekem. Már nem most leszek csendben, mert most előbb elmondom, amit gondolok. Megszületik egy gyermek erre a világra, és természetesen mi is azok voltunk valamikor. Ennek következtében a legfontosabb az, hogy fürödjünk az édesanyánk, édesapánk, a közvetlen hozzátartozóink szeretetében, és a legborzalmasabb, hogyha ez nem sikerül. Tehát teljesen természetes dolog, hogy nagyon hamar fel tudjuk fogni, hogy mi az, hogy kellemetlenség, mi az, hogy rossz érzés, és hát ugye először nyilván a közvetlen testi hatásokat éljük meg, tehát azt, hogy éhesek vagyunk, mondjuk becsináltunk a pelenkába, stb. Tehát ezek azok, amelyek, és amikor anyánk érezzük a szívritmusát, megszoptat minket, érezzük a testmelegét, látjuk az édes mosolyát, ahogy örül nekünk, tehát ezek, hát nem nehéz különbséget tenni a két élmény között. És aztán ebben növünk fel, és teljesen természetes, hogy ez az a hatás, amelyben a későbbi önkiteljesedésünk folyamán is, tehát szeretnénk jól érezni magunkat, később aztán ehhez majd hozzájönnek különböző élmények, tehát el tudjuk dönteni, hogy mivel érezzük jó magunkat, de nem szabad elfelejteni, hogy az egyik legelső pozitív élmény az, hogy jól lakatott minket az édesanyánk. Tehát ezért van az, hogy nagyon sok ember úgy próbálja jól érezni magát, hogyha az élet nem annyira jól működik kint, hogy akkor eszik. Tehát az etetéssel valójában egy szeretett pótlékot élünk meg, és ugyanez a helyzet az itatással is, csak azért nem mindegy, hogy vizet iszunk, vagy viszkit, vagy vodkát. Tehát ugye nyilván ezt figyelembe véve. Na most az, hogy legyen bennünk egy harmónia, egy úgynevezett komfortérzés, tehát hogy komfortosnak érezzük az életünket, nyilván, hogy a kellemes dolgok, ez lehet a kultúra, a művészet, a vidámság, a derű, a harmónia, a szépség, a szeretetteljes, barátságos viselkedés, ezek mind kellemesek, ezzel nincsen gond. És nyilván, hogy az elégedetlenség, a negatív megjegyzések, abban a problémában való küszködésünk, hogy szeretnénk valakinek megfelelni, de nem tudunk neki megfelelni, hát ezek meg a negatívumok. És természetesen az éhség, a fájdalom, a szorongatottság, ha bántanak minket, hát ezek mind negatív élmények. Na most az a helyzet, hogy van nekünk egy úgynevezett memóriánk, egy emlékezetünk. És sajnos úgy tűnik, vagy legalábbis most már az élettapasztalatom által azt tudom mondani, hogy éppen a negatív történések megismétlődésével kapcsolatos félelem jobban benne tart minket a negatív memóriába. Tehát az rossz élményekre való emlékezés és az attól való félelem éppen azért, hogy elkerüljünk esetleg egy hasonlót, hogy nehogy megismétlődjön az életünkben valami, ami nagyon rosszul érintett minket,
És ezért jönnek be a címben megjelenő fogalmak, ugye? Tehát a viselkedésünkkel hárítjuk, megpróbáljuk elhárítani a veszélyeket, a fájdalmakat, a nehézségeket, illetve azokat a dolgokat, ugye gondoljunk csak a slágerre, volt egy ilyen sláger, hogy csak a szépre emlékezem. Ezzel valójában az illető kimondja, hogy minden mást elfojtok. Tehát hiába akarna feljönni bennem a ilyen-olyan rossz, elnyomom, elfojtom. Na most minél inkább ráülök az úgynevezett lelki szemetes kukám tetejére, a démonjaim annál inkább abból, hogy én nem akarok velük találkozni, annál nagyobb erővel törnek elő, és annál nagyobb erővel, hát hogy is mondjam, csak próbálnak eluralni engem. Tehát erre kell vigyáznunk mindannyiunknak, hogy ne gyűjtsük tele a kuktát, mert az a végén szétrobban. Tehát időnként ki kell engedni a gőzt, és erre az egyik legjobb módszer, hogy azt a kérdést tesszük fel magunknak, hogy mire tanít ez engem, milyen pozitív élmények, milyen minőségi fejlődés, milyen plusz jön be nekem ezáltal az életembe. És ezzel, hogyha veszük a fáradtságot, és egy kicsit több időt töltünk el ebben a vizsgálatban, ebben a belső vizsgálatban, akkor szép lassan kihúzzuk a méregfogát szinte minden negatív eseménynek. A családállításban elhangozhat egy olyan mondat, az úgynevezett rituálé szövegében, hogy édesapám, te vagy az én édesapám, és az élet általad jött felém, és ezt nagyon köszönöm. Amit nem tudtál megadni, azzal neked van dolgod. És innentől kezdve nem megy bennem a tam-tam szóló, a tam-tam dobszóló, hogy mert ezt se adta meg, meg azt se adta meg, meg nem viselkedett úgy, meg így viselkedett. Az élet legnagyobb ajándéka maga az élet. Tehát az apámon keresztül és az anyámon keresztül az élet átjött felém, velük együtt az őseim is közvetítik ezt, és ezért hálát érezhetek. Amit meg nem tudott megadni, van a mondatnak egy olyan része is, hogy most már felnőttem, amit nem tudtál megadni, most már megadom magamnak. Ugyanis nagyon gyakran például a kapcsolatok terén a férj meg a feleség olyasmit akar begyűjteni a másiktól, tehát a férjtől vagy a feleségtől, amit a szülőktől nem kapott meg. Anyám sose volt velem kedves, hát elvárom, hogy te kedves legyél. Apám állandóan mással foglalkozott. Most az a helyzet, hogy ha nem tudunk ezzel mit kezdeni, akkor szinte belekényszerítjük a társunkat egy olyan szerepbe, hogy eljátsza azt a problémát, amit nem oldottunk meg. Tehát ha az a legnagyobb fájdalmam, hogy az apám nem foglalkozott velem, és most majd a férjem foglalkozzon, nem fog. Azért nem fog, mert a férjem, és nem az apám. Tehát ne akarjam a férjemet, vagy a feleségemet, anya vagy apa pótlékként használni. Ennek következtében a feladat, hogy megoldjam, és ne követeljem, hanem esetleg jelezzem a másiknak, hogy úgy szeretem a társaságod.
úgy szeretek veled együtt lenni. És ezért minden percért, amit velem töltesz, hálás vagyok. És ezekkel a kis jelzésekkel erősíthetem a másikat, hogy így tud velem jót tenni. De ha verem a tamtam dobot, abból csak botrány lesz, abból semmi jó nem fog születni. Tehát mindent kövessünk el annak érdekében, hogy ne álljunk bele a régmúlt családi minták negatív minta követésébe, hanem javítsuk ki ezeket a mintákat. Persze ez nagyfokú tudatosság és türelem szükséges. Ez nem úgy működik, hogy most megnéztem egy filmet, a Kalló Jenő azt mondta a YouTube-on, na most megnézem. És akkor egy napig próbára teszem a másikat, elmondtam azt a mondatot, amit mondott a Jenő, hát nem történt semmi. Hát így nem is fog. Ez egy folyamat. Tessék csak belegondolni, hány év telik el, mire felnövünk. Hát az is egy folyamat. A minták azok beégnek, a minták azok bevésődnek az ember életébe, az ember lelkébe. A minták meghaladásához időre van szükség. Tehát ez nem olyan, hogy most az egyik pillanatról a másikra, ez pif, így megváltozik. Hát nem. Na most a félelmek azok, amelyek létrehozzák a hárítást és az elfojtást. És ugyanakkor a félelem áll a hátterében annak is, amikor a magamban lévő problémával nem akarok foglalkozni, ezért rávetítem, itt jön a projekció, ugye a kivetítés, rávetítem a másikra. Tehát itt az ideje, hogy ne a kinti dolgokra reagáljak, hanem a kinti dolgokon keresztül önmagamon dolgozzak. És átkeretezzem, és új célt, és új eszközt lássak egy problémás viselkedésben, vagy egy problémás élményben, amit megéltem. És abban a pillanatban, ugye ez az hát miről beszélünk? Az önismeretről. Az önismeretnek pedig az a célja, hogy megértve bizonyos folyamatokat, azokat a magam jobbítása érdekében felhasználjam, és ezáltal jobban kiteljesedjek, felnőjek, meghaladjam mindazt, ami problémaként eddig feszült az életemben. Mára ennyi. Köszönöm szépen, Isten áldja Önöket, viszontlátásra!